most mit csinálunk, mert egyébként szétesett ez a műsor. Nem esett szét. De. Hát össze-vissza beszélgetünk. A lényegről beszélünk, nem hülyeségekről. Nem. Kedves nézőim, vendégünk volt Kósa Lajos. De szerintem, aki... Péter, ez a műsor, én ez így nem járulok hozzá, most elmegyek, és ne adjátok le, azt szeretném kérni. Azt hiszem, ez még talán jogom is van, mert... Ez élőben megy. Ez. Persze. De hát ez egy butaság ez a műsor. Hát olyanokat mondasz nekem, ami... Miért? Én milyen butaságot mondok? Azt mondom neked, hát figyelj, én már tegeződök, hogy szerettünk téged. De Péter, figyelj, mondom, elég bátor politikus vagy. Megmondtad, hogy tévedtél. Ami ilyen értelemben értelmetlen, hát teljesen. Köszönöm az értelmetlen kérdéseket. Elnézést, akkor csak életszerűt lenne, te nem. De egyébként azt gondolom... Nagyon nehéz egy olyan emberrel beszélgetni, akit én tisztelek, akit majdnem a barátomnak tekintem, és tudom az összes pozitív oldalát. Csak annyit mondok még, hogy egy kicsit át vagyok verve, mert azt mondtad nekem, hogy ez felvételről fog menni. De időben megjöttél, de nem, és bocsánat, nem időben jöttem meg, előbb jöttem meg, és azt mondtad, hogy 8 órakor kezdünk. Igen, na most nem lettél átverve ebbe a televízióba. Egy kicsit. Ebben a részében igaza van. Közölni kell a riportalannyal, hogy ez most éles vagy nem éles, előkészítő beszélgetés vagy megy az adásba, de pont a heti tévében is így van, és itt az ATV-ben is úgy van, fölvesznek egy műsort élőszerűen, ugye? És az élőszerű előadás vonatkozásában nincs belevágás, kivágás, elvétel, átvétel, ám de a riportalannak joga van azt mondani, hogy kérem, nem járulok hozzá, hogy a felvett műsort lehagyják. Jó, ha már itt tartunk, csak röviden, Gyuri, hogyan van, amikor én nevelkedtem a Katinál, akkor még nem lehetett rejtett mikrofonos felvételeket felvenni. Ma úgy lehet ezeket közreadni, miközben bíróságon valószínűleg bizonyítékok. 12 egy tucat. Változott már ez is. Részben azt is már használható, kiegészítő bizonyítékként lehet használni őket. Önmagában nem a bizonyítékok királynője lesz, de kiegészítő bizonyítékként polgári és büntető eljárásban is bizony használhatóvá vált. A kütyükkel haladunk előre. Technikai fejlődés. Nem csak igen, alapvetően a heti tévés történet azért zavar, mert ebben van valami olyan, mint hogyha rajta kapnánk valakit, mint hogy rányitnánk valakinek ez jó, ez jó. Van egy ilyen másodlagos szégyenérzetnek hívjuk ezt, amikor mi érezzük magunkat kellemetlenül, hogy ezt kell látnunk. De minden vonatkozásban. Abszolút. Műsorvezető, tehát én azt gondoltam, hogy ők még csak hangolnak. Tehát ez még nem az előadás. Igen, így néz ki. De hát Kósa Lajos is azt gondoltam. Pedig ez már levezetés volt. De figyeljetek egyébként, ez egy tökéletesen olyan helyzet, amiben mindenki ártatlan, fájdalmamra Kósa Lajos is ártatlan, mert hogy ott én dolgozom ennél a heti tévénél, interjúkat szoktam csinálni, és a reggeli sáv az egy élő sáv, és ő eljött úgy, hogy nyilvánvaló volt, hogy majd gyorsan fölveszik, mi alatt megy a nem tudom én a híradó, az alatt őt rögzítik, hogy ő tovább szaladhasson, hisz ő egy fontos elvtárs. De magát a beszélgetést másféleképpen alakult volna a beszélgetés, hogyha egyébként későbben. Hát erről van szó. Semmi köze nincs a hogy alakuláshoz, a micsodának, csak az ő félreértése, hogy ő élőben van, vagy halottban van, az mindketten ártatlanok. Csak azt mondjuk, hogy ez hülyeség, akkor arról van szó, hogy egyébként, hogyha késett volna, akkor mást mondott volna. Na ez a lényeg. És ezt szerettem volna még hozzátenni. Most meg lehet érteni ezen a bejátszáson keresztül, hogy miért menekülnek el a kormánypárti politikusok és fontos emberek a mikrofonok elől. Ez a dolog lényege. Yes, mert bármi megtörtént. Végre egyetértünk? A teljes mértékben. Már jó, hogy eljöttünk. Csak óvattal kell elnézést. Nem akarnak nem olyat mondani. Tehát hogy az mindig látszik, hogy vannak ilyen nagyon jól begyakorolt kommunikációs panelek. Tehát, hogy egész egyszerűen van mint egy ilyen papagájkórus. Tehát mindenkitől ugyanazt a választ kapod meg. Ez ugyanaz a tévé. Egyébként márciusban vagy áprilisban azt mondta Niedermüller Péter, hogy ő nem akar polgármester lenni. Most erről nem a tévé. De pont erről van szó. Arról van, hogy másféleképpen beszélnek az emberek. De hogy ő azt hitte, hogyha ő azt hitte, hogy ez egy megvágott műsor lesz, és ebből egyébként azt hitte, hogy senki nem fogja nézni. Hát lehet, hogy azt is hitte. Nem így van. Nem így van. De igazából, ki kell kérnem, igazából az volt az egészben. Azt mondtam, hogy azt hitte, vagy azt hihette. Nem hagyták, hogy végül. Nem azt mondtam, hogy ez így van. A tévedés lehetősége mindig fönnáll, becsapottnak érezheti bárki magát, és ebben egy picit neki is igaza van. Megint egyet kell sajnos értenünk. Mert ezt tudom, ez a foglalkozásom. Mindig amelyik rabbi van. A kis rabbi, te is rabbi vagy. Te is az vagy. Hát én rabbinak születtem. És az lesz még egyszer. Szóval utolsóként annyit szeretnék hozzátenni ehhez, hogy tényleg nagyon nagy szégyen, és nagyon nagy szégyen bizonyítvány azt mutatni, hogy mi másképp beszélünk akkor, amikor nem vagyunk felkészülve. És te is ezt akartad mondani. És amikor a parlamentben elrohannak... Ezt se kell, hogy mondjad. Elmondta, azért vettem át. Akkor feliratoznak téged. Viszont látásra... Nem, még itt az én csokimat is meg. Add ide ezt is. Hogy elrohannak, mert nem akarnak nyilatkozni. A felkészületlenség az oka. A felkészületlenség az oka, nem pedig az, mert hogy olyanokat tudnának mondani, amit nem mernek. Figyelek. Én csak annyit akartam mondani, hogy önmagában egyébként nagyon szórakoztató volt, ahogy az a két szellem óriás egymásnak feszült. Tehát a végén, és pont ezt említettem, hogy a végén még úgy köszönt el a műsorvezető, hogy jó barátok, és hogy kéri a nézőket, hogy küzdjenek együtt az ordas eszmékért. Tehát, hogy ez valami... De azt mindjárt kijavított a Kósa Lajos. Kósa Lajos rögtön így helyén is érezte magát, és segítkezett nyújtott. De szerencsétlen, egyébként tehát Kósa Lajos valójában a politikai életnek egy olyan pótolhatatlan figurája, aki, hogyha nyakig benne van abban a bizonyosban, akkor ő képes még úgy kapálózni, hogy gyakorlatilag még mindenhová jusson. Tehát, hogy ez, ahogy elment mosakodni, és még mélyebb... árkotásot magának. Pontosan, ez valami fenomenális volt. Mondja. Hogy én valami komolyat szeretnék mondani. Mert megpróbálom, hogy... Akkor nem mosolyog. Igen, nagyon nehéz lesz, hogy ne vegyem ki az élét ennek. Az jutott eszembe, mikután többször visszanéztem ezt a hírt, hogy a magyar zsidó közösség, aminek tényleg aktív tagja vagyok, annak a tökéletes allegóriája benne van a magyarországi zsidó közösség és a magyarországi kormány kapcsolatában. Ez ahogy azt mondja Brajer, hogy de te bátor politikus vagy, mi szeretünk téged, az meg 3 nappal ezelőtt azt mondta, hogy ti zsidók, talán még élveztétek is, hogy a nácikra kellett szavazni, de mi szeretünk téged. És arra gondoltam, hogy az a helyzet, amiben ma a mai magyarországi zsidó közösség van, az köszönhető annak a vallási vezetőknek, akik elvileg valamiféle érdekképviseletet látnak el, meg ennek a viselkedésnek, amit mi csinálunk. Ennek gyökeresen meg kéne változnia, és akkor talán a politikusok is máshogy néznek a közösségre. Tehát azt mondod, hogy értünk zsidózott Kósa Lajos, tehát ez az érted zsidózom, nem ellene? Nem mondja. Azt hiszem pont azt mondja, hogy a műsorvezető attitűdjét kritizálta. Nem, épp ellenkezők, hogy egyszerre kedves, meg egyszerre kritikus. Meg hogy mondja ő a saját szavaival? Én egy rendező vagyok, az a szakmám, úgyhogy nagyon örülök, hogy ti így interpretáljátok, és ez legalább 2-3 fajta. Én csak azt mondom, hogy ez, ha nem nevetünk rajta, ha közel vagyunk, ha érintettek vagyunk, akkor ez tragikus. Ha távolabb vagyunk egy kicsit, és akkor nevetségesebb, ha jó távolak, tehát mondjuk külföldiek vagyunk, és akkor meg nagyon kinevetjük, hogy ez milyen komédia, de közelről ez tragikus. Jó, szeretném a műsorvezető védelmében, akivel én együtt dolgozom, mondani azt, hogy egy élőadásban belefagyni egy olyan helyzetbe, hiszen az neki is egy megpróbáltatás, hogy azt mondja, hogy de hiszen akkor ezt most vágjátok le, légy szíves, és meg kell mondanom, hogy nincs mit levágni, minket most néznek, Lajos. Hogy erre jön rá az a másik mondat, hogy de mi szeretünk téged, azért szeretünk téged, mert te sokat tettél a zsidókért, akarná mondani. Igen. Akkor miért mondasz ekkora baromságot? Kati, ez lett volna a mondatának valószínűleg a második. Ez már Horthy effektus, emlékezz vissza, hogy amikor megkoszorúzzák a Horthyt, meg beszélnek róla, hogy mennyi sok szépet tett, azt mondom, már nem kell hozzátenni. Be kell fejezned a mondatot gyorsan, mert a fülem azt mondja, hogy reklámba, de fejezd be. Jó, hát végül is attól függ, hogy honnan nézzük, mert lehet valaki úgy antiszemita, hogy időközben megdicséül, és lehet valaki úgy zsidózó, hogy nem tudja, hogy mi lesz a következmény. Minden szép, minden jó, mindennel meg vagyunk elégedve.